Rubát vagyok, üdvözlök mindenkit! Ez a videó az Unsurmountable című játék végigjátszásának a végén található átbeszélést tartalmazza. És ezzel készen is vagyunk, ugyanis itt is fel lehet jönni, itt is fel lehet jönni, és akkor szépen ezen az útvonalon felmegyünk a hegy csúcsára, és ezzel nyertünk, nem kellett használni még a helikoptert sem. Na, hát a vége az elég izgalmas volt, 1, 2, 3, 4, 5 kártyát kellett ehhez aktiválni. És még egyébként lehetett volna itt egy picit nyilván ezekkel is egyébként lehetett volna szerintem nyerni. Nem tudom, hogy mennyire lett volna jó, ha visszakeverünk mindent, vagy eldobunk egyet, de így végül is sikerült. Na, hát ez lett volna egyébként a játék, a Unsurmountable. Na most, azt hozzá kell tennem, hogy van, amikor sokkal egyszerűbb maga a megoldás, már olyan értelem, hogy elég jó sorrendben jönnek a kártyák, és szinte csak rakosgatjuk, rakosgatjuk. Nem nagyon kell használni a képességeket. Vannak, amikor azért, mint ahogy most is láttátok, igencsak kellett, meg agyalni kellett, hogy akkor mit, hova, meg át kellett fordítani, ez például sokat segített nekünk. De ha valakinek ez a nehézség még mindig nem elég, mert tényleg valljuk be azért ez egy egyszerű, akkor a szabálykönyv azért ajánl nekünk egy-két tippet, hogy hogyan lehet nehezíteni, méghozzá nem is egy-kettőt, hanem rögtön van 2-es szint, 3-as szint, 4-es és 5-ös szint. A 2-es szint azt mondja, hogy használjunk 4 kártyát a alaptáborhoz. Hát nyilván akkor annyival kevesebbet tudunk, de azt is hozzá kell tenni, hogy egyébként ez bármikor megeshet a játék során is, mert van olyan kártya, ami csökkenti a alaptábornak a méretét, de azért lehet látni, hogy ha már csak 4 kártyánk van, akkor 3-mal tudunk operálni, és nagyon oda kell figyelni, hogy mert ezt nagyon könnyű elfelejteni, hogy amint egy kártya kimegy, tehát megy a hegyhez, a második kártya már első kártya lesz, azt már nem lehet aktiválni, mert lehet, hogy fejbe már itt elkezdjük gondolkodni, hogy jaj, az is jó lesz, mert akkor még valamit tudunk cserélni, de nem, ha ezt kivettük, és az első kártya lett, azt már nem lehet aktiválni, és ez a szép ebben a játékban, azért kell előre tervezni. A hármas szint az azt mondja, hogy ugye vannak a kártyákon ezek a kis jelölések. Én is mutatom nektek itt erre példát. Ugye itt van például egy fa, azon van egy yeti, itt van egy sátor. Na most a hármas szint az azt mondja, hogy ezek a jelölések minden sorban csak egyszer lehetnek. Tehát olyan értelemben nem lehet két azonos jelölés egy sorban. Hát jelen esetben ugye nekem itt három fa van, ott két tó, az ott rendben van, hát nyilván legfelül meg egy van. Tehát nekem ez a hármas szint, ez abszolút nem jó. De most képzeljétek el, hogyha úgy kell lerakni az egészet, meg úgy kell az utat megtervezni, hogy még erre is figyeltek, hogy ténylegesen különbözzenek. Tehát minden sorban mindegyikből max. Egy lehet. A következő, a negyedik szint, az ugyanez, csak nem a sorokat kell nézni, hanem itt a hegynek az oldalát. Tehát nekem például most ez sem jó, mert ugye itt két sátor van. Ez egyébként itt jó lenne, mert sátor, ott van egy barlang, egy tó, meg egy fa. Tehát ez az oldala rendben van a hegynek, viszont ez nem. Ez lenne egyébként a negyedik szint. Az ötödik szint az meg azt mondja, hogy meg kell számolni az útvonalon lévő mászóknak a hegymászóknak a számát, mert hogy ugye a kártyákon, ha megnézitek, azért itt vannak ilyen kis hegymászók, ott is van egy, meg ott is van egy, és meg kell számolnunk ezeknek a számát, de csak azon az útvonalon, amelyeket tényleg használunk. Tehát jelen esetben ugye itt most van egy, ott indul, jön, ott is van egy, de ugye az nem a mi útunkon megy, tehát nekünk itt kell menni, úgyhogy őt nem kell számolni, mert azokat kell számolni, amelyek a mi útunkon vannak, amit használunk, vagy mellette. Olyan értelemben, hogy ténylegesen az út mellett csinál valamit. Azt mondja, hogy akkor ez egy, ott van, az nem kell, akkor hogy van, ez még csak egy, az ott kettő, három, és akkor nyilván fent vagyunk, ott már négy, mert ezért egyébként ide kell jönni, úgyhogy szerintem őt már számolni kell, négy. Úgyhogy ez egyel több, mint amennyinek kéne lennie, mert hogy azt írja az ötös szinthez, hogy kevesebb hegymászónak kell lenni, mint amilyen magas a hegy. Most ugye ez 1, 2, 3, 4 a magassága, akkor 3 mászónak kéne lenni az úton. De hát ez mindenképpen 4 lesz, mert 1, 2, 3, igen, 4. Ha ez a mászó ott lenne, akkor lehet azt mondanám egyébként, hogy talán még elfogadnánk, de így sajnos nem.
Úgyhogy még erre is figyelni esetleg. Vagy úgymond nyilván ezeket nem hiszem, hogy együtt kell nézni. Ebben nem vagyok biztos. Ezt érdemes majd megnézni esetleg a Board Game Geek-en, hogy együtt vagy külön. De egyébként, ha már csak ezekre elkezd figyelni az ember az egyikre, másikra, sokkal-sokkal érdekesebb játékok jönnek ki, és nem biztos, hogy olyan egyszerű megcsinálni. Na, akkor ha még ez sem lenne elég valakinek, tehát ez is picit könnyű lenne, akkor nem kell megijedni, mert hogy van még azért itt lehetőség kicsit variálni a játékot. Itt is vannak kiegészítők. Méghozzá kettő is van. Az egyik a Big Climb, amelynél egy nagyobb hegyet kell építeni. Már is mutatom. Itt ennél a játéknál ugye az alsó sorban 5 kártya lesz, aztán 4, majd 3, 2 és 1, tehát itt sokkal nagyobb, és ha megnézitek, ilyen plusz jelölések is bejönnek, tehát ott már például van ilyen gletszer, meg ilyen zászlók, úgyhogy ez nyilván egy hosszabb játék, nyilván újabb képességekkel, ilyen kártya képességekkel, és ha jól láttam egyébként, ez 6 kártyát ad hozzá, igen, tehát ezzel már azért plusz 6 kártya. És van nekünk még egy, ez a Dual Peaks, amely két hegycsúcsot. Tehát ezzel már két hegycsúcsot kell majd építeni, és úgymond felmászni két hegycsúcsra. Ez a következőképpen néz ki, hogyha az alapjátékhoz adjuk hozzá, akkor egy ilyen három magasságú hegyet kell készíteni, két csúccsal, és ez nagyon fontos, hogy mind a két csúcshoz külön útvonallal kell feljutnunk. Ha pedig kombináljuk a Big Climb-bal, tehát ezzel a másik kiegészítővel, akkor pedig egy olyan hegyet kell építeni, ahol az egyik csúcs az ugye 4 magasságban van, a másik meg 3. Úgyhogy azért ez is igencsak fel tudja dobni a játékot. Egyébként ez összesen két kártya. Úgyhogy ahogy látjátok is, azért variáció az van bőven, úgyhogy unatkozni nem lehet. Ezzel a játékról most egy pár szót mindenképpen azért beszéljünk, mert szerintem megérdemli. Hát a komponensekről nagyon sok mindent nem érdemes beszélni. A tartó az teljesen rendben van. Ugye kártyával dolgozik csak a játék, és a kártyák minősége egyébként jó, mindig jó. Tehát az összes játékuknál erre figyelnek a Button Shine Games-nél, jófajta kártyák. Én most nem kártyavédőztem be őket, hogy jobban lehessen látni ugye a kamera jobban lássa őket, de egyébként beszoktam őket kártyavédőzni, úgyhogy jó minőségű kártyák. A játék sajnos nyelvfüggő, ahogy azt láthatjátok, tehát ugye angol szöveg van rajta. Nem tudom, hogy megoldható lett volna-e, vagy hogy gondolkodtak-e rajta, hogy esetleg ne szöveggel, hanem valamilyen jelölésrendszerrel oldják meg, mert nem annyira bonyolultak egyébként ezek a szabályok, hogy most cseréljünk ki két ilyen olyan kártyát, tehát szerintem egy ügyes illusztrátor meg tudta volna oldani, hogy egy kis pici illusztrációval jelezze, hogy mit lehet csinálni az adott kártyával, és akkor esetleg a szabályban lett volna egy ilyen kis magyarázat, hogy melyik jelölés mit jelent, és akkor igazából csak azt kellett volna lefordítania valakinek, de maga a kártyák onnantól kezdve ténylegesen nyelvfüggetlenek lettek volna. Szerintem lehetett volna, én nagyon sajnálom, hogy nem próbálták, vagy lehet, hogy megpróbálták, de hogy nem ezt az utat járják. A másik, amit lehetett volna, hogy megszámozni a kártyákat, mert sajnos nincs semmilyen jelölés arra, hogy most melyik kártya melyik, tehát nincs nevük a kártyáknak, se számuk, mert akkor még esetleg azt mondtam volna, hogy valaki így kijegyzetelgeti magának, hogy 1-es, 2-es, 3-as, mégis 18 kártyáról van szó, sőt, hát most nyilván ezt meg lehet jegyezni, mert ebből ezt nem is mindig kell, 17 darab kártya, azt az ember leírja magának, és még úgy is lehet egyébként játszani, mert nem bonyolult. Tehát nagyon egyszerű szabályok vannak, csak nem lehet tényleg a jelölés, tehát nincs semmi, hogy megjelölve. Ha valaki hajlandó, egyébként simán megjelölheti ő is a kártyákat, vagy, ahogy láthatjátok is, ugye ilyen havas táj van a kártyákon, tehát igencsak könnyen lehet akár ilyen nagyon kis vékony hegyű alkohol, filccel, akár kis jegyzeteket készíteni, hogy akkor melyik kártya mit csinál. Nyilván az már nem teljesen ugyanolyan. Van, ahol egyébként még itt is lenne hely, azon a táblán, ahol a képesség van,
Hát valahol nincs, de mivel tényleg fehér alapúak a grafikák, ezért könnyen látható lenne az a kis plusz jegyzet, amit valaki odaír. Ha valaki ezt bevállalja, akkor nyilván lehet vele játszani. Vagy csak annyi egyébként, hogy megjelölni a kártyákat tényleg, hogy 1-es, 2-es, 3-as, és akkor írni róla egy kis jegyzetet, és már is játszható bárki számára, mert tényleg 17 darab kártyának kell csak leírni, hogy mit csinál. Valamelyiket meg egyébként meg lehet tanulni, mert olyan egyszerű szavak, ha csak fölírjuk, hogy azt a pár szót, hogy mit csinál. Szerintem, tehát nyelvfüggőnek nyelvfüggő, de nem érzem annyira komoly nyelvfüggőségnek most egy 17 kártyából álló játéknál ezt a dolgot. Újrajátszhatóság végtelen. Hát láttátok, hogy van két kiegészítője is, valamint, ha csak az alapjátékot vesszük, a nehezítésekkel, hát mindig másképp jönnek alapok, lehet őket variálni, tehát az, hogy már maga a képességek, hogy ide, oda, amoda, mikor, hogy építsük, hát végtelen. És zseniális egyébként tényleg, ahogy ez a 18 kártya, hogy ebbe a 18 darab kártyában mennyi játék van benne. Mennyire egyszerű, de mégis mennyire gondolkodtató kis puzzle, tehát kis feladvány az az egész. Zseniális szerintem. Nagyon könnyen tanulható, hát láttátok, ennyi az összes szabály. Meg kell tanulni, hogy hogy kell lerakni a kártyákat, meg igazából, hogy az első kártyát fel, az összes többit aktiválható, tehát maga a játékszabály ennyi. Talán két szabályból áll, úgyhogy nagyon könnyen tanulható. Hát, hogy most taktikai vagy stratégiai, nyilván lehet inkább taktikai, mert amit itt látunk, azzal kell dolgozni, mindig abból kell valahogy építeni. Ha már az ember egy kicsit jobban ismeri szerintem a kártyákat, ott már azért bejöhet a stratégia is, mert azért 17 kártyát fejbe tartani, hogyha már tényleg ismeri az ember, hogy milyen kártyák vannak, milyen útvonalakkal, akkor már lehet, hogy számít is arra, hogy akkor mennyi az esély arra, hogy most ez fel fog jönni, akkor mit meg hogy csináljon, hogy akkor inkább ide rakja, oda rakja. De azért valljuk be, 18 darab kártyáról beszélünk, tehát nem kell Lacerda mélységű stratégiára számítani, vagy akár csak taktikára. Ez egy nagyon egyszerű kis filler játék, egy nagyon, de nagyon okos játék, amely szerintem tényleg nagyon jó arra, hogyha az embernek van 5 perce akár, mert egy játék, ha nagyon gyorsan játszik az ember, 5 perc alatt is lejátszható, de maximum 10, tehát nagyon gyorsan lejátszható a játék. Tehát tényleg egyszerű. A mechanikákat tekintve, hát láttátok, ilyen kártyákat kell rakosgatni, meg aktiválgatni őket. Tehát itt most nem ilyen nem is tudom, mint a másik játékukban, ugye például volt tablóépítés. Itt erről nincs szó. Itt inkább ezek a kártya akciók azok, amik érdekessé teszik a játékot. Meg ugye az, hogy itt a sorrendet, igazából én szerintem ebben van a játéknak az igazi lényege, hogy nem tudjuk megváltoztatni a sorrendet csak úgy, hogyha aktiváljuk. Tehát, hogyha én azt akarom, hogy ez a két kártya egymás mellett legyen, ettől valahogy meg kell szabadulnom, és ezt úgy lehet megtenni, hogy ha aktiválom. De van, amikor meg azt válasszuk, hogy oké, inkább rakjuk majd be, mert van olyan kártya, ami ott tud cserélni. Tehát itt tényleg ezeken van a hangsúly, hogy hogyan tudjuk menedzselni itt az alaptábort, amiből majd szépen felépítjük a hegyet. És akkor utána már, tehát nézni kell azért, hogy milyen kártyák vannak a hegyen, mert van olyan kártya, ami megengedi, hogy a hegyen lévő kártyát aktiváljuk, miután eldobtuk. És akkor nyilván pótolni kell. Úgyhogy zseniális, zseniális szerintem. A egyfős játék élménye, hát eleve egyfős játékról van szó, de hát az egyik legjobb én szerintem ilyen kis játékok közül. Nekem most az egyik nagy kedvencem, tehát már rengeteget játszottam vele, tényleg zseniális. Na, hát egyébként, hogyha most mindenáron sorrendbe akarnám rakni ugye a játékaikat, amik nekem megvannak, én azt mondanám, hogy ezt az új játékot, az Unsure Mountable tenném az első helyre, de tényleg azért, mert nem kell pontokat számolnom a végén, hanem egyszerűen egy világos, egyértelmű cél van a játékban, amit el kell érnem, és azt nagyon gyorsan lehet teljesíteni, pont annyi gondolkodással, amit egy ilyen nagyon gyors filler játéktól elvárok. A másik egyébként, én a Death Wallit, tehát a második helyre a Death Wallit tenném, szintén az egyszerűsége miatt, valamint az, hogy ebben a játékban valami zseniális a tabló, az, hogy tablóépítés van már benne, tehát 18 darab kártyával tablóépítés és push your luck mechanika, hát fenomenálisan működik. Minden játék más, mint ahogy itt is. És nem azért teszem ezt a kettőt, mert egyébként ezt a kettőt együtt kezelném utolsó helyre, mert ezek rossz játékok. Abszolút nem erről van szó.
Egyszerűen csak én ezeket tartom a hosszabb, leghosszabbnak, ami, hogy mondjam, nyilván azért, mert én sokat szoktam gondolkodni, tudjátok rólam, hogy hajlamos vagyok az AP-ra, és ezeknél a játékoknál tényleg azt érzem, hogy hajlamos vagyok túl sokat gondolkodni, beragadni, mert próbálom annyira optimalizálni, hogy a szabályoknak megfelelően, ugye itt ezeknél, hogy várost kell építeni, meg itt van mezőgazdaság is. Egyébként ez egy picit azért komolyabb, hogyha most minden áron úgy lehetne, akkor azért a sorrend így lenne, bár azért kombózni is lehet, úgyhogy együtt is nagyon jók. De talán ami miatt ténylegesen háttérbe szorul, az az, hogy itt a pontozás is egy picit nehézkesebb, mert megcsinálja az ember, és utána elég sok idő még ott pontozgatni, hogy nézegeti a kártyát, elkezdi számolgatni, mi hogy van, merre, és ehhez már ténylegesen kell, ha pontozni akarja az ember, azért kell egy plusz, nem tudom, valami jegyzet, vagy valami, mert na, tehát bonyolultabb a pontozás, ami egy kicsit úgy a végét olyan unalmassá teszi. Tehát maga a játék nagyon jó, csak a végén az lenne jó, hogyha tényleg mondjuk lenne egy alkalmazás, lefotózza az ember, vagy nem tudom, és akkor gyorsan ő kiszámolna nekünk a pontokat. Ezért rakom ide most az utolsó helyre, de továbbra is azt mondom, hogy tehát zseniális játék mind, de nekem ez lenne most itt a sorrend. Na, hát én remélem, hogy tetszett nektek. Nagyon tudom ajánlani mindet, mindegyik játékot, úgyhogy ennyi lett volna most. Természetesen, ha bármilyen kérdésetek felmerül ezzel a játékkal kapcsolatban, vagy bármelyik másikkal, írjátok meg kommentben, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Na, akkor találkozunk a következő videóban.